A vízszintes vonalak rajzolgatásának a trükkjét valószínűleg mindenki ismeri. Ugye háromszor kell lenyomni egymás után a kis aláhúzást, majd pedig az Enter-t. A függőleges vonal létrehozása azonban már nem ennyire magától értetődő. Függőleges vonalat többnyire akkor szoktunk húzni egy szöveg mellé, hogyha ki szeretnénk emelni egy részt. Ilyen vonalat persze lehet rajzolni, mondjuk a Word rajzeszközeinek segítségével, de van ennél egy jóval egyszerűbb módszer is. Ehhez mégpedig a tabulátorokat fogjuk segítségül hívni. Jelöljünk ki egy részt, amit szeretnénk kiemelni. Keressünk egy hosszabb idézetet, mondjuk ezt, és mondjuk, hogy ezt szeretnénk úgy kiemelni, hogy itt a szöveg szélén megjelenjen egy függőleges vonal. Hívjuk elő a tabulátor ablakát, mondjuk. És itt a pozíciókhoz írjunk be egy negatív értéket, amelyik negatív érték ugye azt fogja jelezni, hogy a szövegtől negatív irányban fogja megjeleníteni azt a valamit, amit mi szeretnénk most létrehozni. Legyen ez mínusz 0,5 cm. Kattintsunk a felvétel gombra, és az igazítás csoporton belül válasszuk a vonalat. És nyomjuk meg az OK gombot. És már is megjelent a kívánt vonal a szöveg szélén. Hogyha szeretnénk a későbbiekben ezt a vonalat eltüntetni, mert úgy gondoljuk, hogy még sincs erre szükség, vagy mást szeretnénk kijelölni helyette, akkor pedig egyszerűen a stílusok csoporton belül kattintsunk a normál lehetőségre, és akkor már is eltűnt a vonalunk.